másodiknak, ez itt a szálláshelyünk, Jufa nevezetű, ott ő itt. Szemközt a hófoltok. ezerhatszáz méteren vagyunk. Erővel indulhatunk a 6 napos kirándulásunk második napjának. Június 21-e van. A csodálatos környezetben vagyunk, és úgy tűnik a vacsora is alakul. Igen, alakul a vacsora. Mellett, párhuzamosan. Fölvezet, nyúlfölvezetés, ilyen se volt még. Ilyen se volt a nyúlfölvezető. Igen. Ugrott a nyúlpöri. Hát ilyen gyönyörű környezetben vagyunk, vagy szeretném hozzáfűzni, hogy egy nyaszint ugrál előttünk. Figyeljetek egy kicsit! Egyéb állatokat is lehet majd esetleg észrevenni a környező hegyeken. A lehetőség adott lesz, hiszen egész emberi időben fogunk majd visszaérkezni. Na, akkor rá is kanyarodnék akkor a mai programra. Tegnap ugyan már a legfontosabbat elmondtam, de akkor értelemszerűen ezt átismételjük. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellemesen lazának ígérkezik a mai napunk, hiszen a Ragga szurdokhoz látogatunk el először, és ott egy nem túl hosszú túrát teszünk, majd végigjárjuk majd a szurdokat. Mindössze 800 méter hosszú a szurdok, úgyhogy valószínűleg azért ez nem állít minket megoldhatatlan feladat elé, az erdei úton meg vissza, tehát hogy összességében egy másfél vagy maximum 2 kilométer még a parkolóban kell szállni. Természetesen valamekkora szintkülönbség lesz, tallók lesznek, de nagyon-nagyon jól ki van építve ez a rakat. Szóval, hogy most a hegynek a másik felén megyünk le, tehát tegnap a keleti oldalon jöttünk föl, és most a nyugaton megyünk le, tehát ez egy másik útvonal. Most virágzott az oldalán. Nem mondod. Te megint adtad? Én nem, mert mondtam, hogy azért pedig inkább ott én kiosztottam. De én meg mondtam, hogy én meg megint adtam. És akkor nem figyeltem oda. Én végsem. De nagyon fintom. Bármit, ha fölértünk, mi végsem. Most már lejelsz, hogy ugye ez a soros. Ez a soros most igen. Tudod, mindig az jut eszembe, amikor a pusztánnék lári. Ez egy szép eső. Aha. Minden nap meg kell kérdezni. A fiam. Fiam, mondtam, menj el a szránszám. Mi ez a víz? Milyen víz csak? Jaj, de jó. Ez fontos. Jaj, most írta a fának, igen. Hát. Mi polgármesterünk is olyan jó. Nézve, hogy itt a temető a falu közepén. Hát egy kérdemes megválaszol. Ez egy kérdés. Az írás volt a pár, lányeg, kérdés. De bár az egyetemen utal a fűtőzésre, ez a Sun Katrine-t hívják a termék megállt, és akkor annak van az a Homerbar része. Itt lesz meg az alkészvelő le sétájának az első kadonos állomása. Akkor látszik, hogy elég tisztességes magasságba visz fel. A nyári időszakban is meg a település központ, amely alkészvelő lesz a fűtő. Lehet látni, mert a termál feliratot lehet látni, mert a kintőzőszintet, hogy ilyen félfelíves vagy szerűves merencről emlékszik. Szuper felvételt vesznek.
igazából említettem, hogy hamarosan elérjük meg a nőstek kezét. Ez a, hát magyarosan mi is tettük túlulat is lehet mondani. Ez a szabata, amely holnap akartunk hozzá, most az északi partra értünk rá, és megyünk nyugat irányba. Az átlagos szélessége pedig nagyobb olyan másfél kilométerre. A déli oldalon kevésbé beépített, túlvara átlesítette, láthatunk ilyen erdős halmokat relatíve hosszú kilométereken keresztül. Della az első szélesésen, amin átmegyünk majd. Egyik városka, falu. A névadó település lesz majd a következő, amit elérünk, az Neustadt. A legrégebbi, itt a környéken, 9. században már egy bencés apátság. Mondjuk csak a 15. század elejé volt. Itt viszont hát egy csodálatos olaslat, illetve templomot építettek. Aztán Szent György a legrendje lett azzal. Túl a távolban az előbb lehetett is meg egy-két masszív templomtól döntött, az már a békelődik be, tehát értelemszerűen a hegyek gyakorlatilag folytatódnak a tör alatt, tehát négy korszak után visszaindulás kell megemlíteni a keletkezési kapot. Úgyhogy ennek megfelelően a túlnak a legnagyobb mélysége az, hát mi, akik így a Balatonhoz szoktunk, tehát ahhoz képest ez egy egészen irreális szám lesz, mert egy 140 méter a legnagyobb mélység van, és tehát ez 140 méter. Igen, tehát itt a csónaknázás alkalmával azért kevésbé javasolt elhagyni valami gyűrűt vagy ilyesmit, mert azért az már soha nem fog visszaülni. Ez itt előttünk már Neustadt, és hát mögötte nagyon párás a levegőt, azért látszanak a 52.000 méter feletti hegyek, hőfoltok. Mégis, ha előre nézünk, akkor mi oda megyünk, tehát oda vagyunk, bemegyünk a nagy hegyek közé. De Rebbe, Smust, a szívdok is ott található a völgyben, és akkor utána az az igazi hegymenet Málnicba, Nani Bőved a Kadinus. Jobbra nézünk, akkor látjuk a Vánakari Bencés Atatsági templomnak a két tornyát. Itt egyszer javítottunk biciklit ennél a biciklisnél. Szállást megrögtek ki valamikor kolostor épület, illetve egy vár is volt, ez a Bástyásiról megmaradt, és már bizonyként látogatható volt. A templom az nem látott, ha most visszanézünk, akkor látszik talán. Tehát majd a hajóról. Tehát a hajóhoz pedig már itt van kell menni, itt a kicsi kikötő. Pécsi. A Vörösdémon, igen. De most nem teszem a neve neki. Igen, mondjuk elég retro volt a szállás. Hát ott sok ilyen van. Budva körül, vagy Herceg-Lóvé? Nem, Budva körül, meg a Kotori hát akar. A Budva egy kicsit messze volt, csak a Kotori meg a csirke. Lehet, hogy a levegőben. Igen, rá. Igen. Nem hagyja ott. 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 Hát 31 ilyen tornyokról még a szívra bejártani.
összetődő dolgozó, azokban biztosan jelzi azt, hogy 2500-2500-es fényesünk. Most ezek bővelepére leszünk, akkor minden, amikor folytatunk a víztározóban is. Tudod, ez a számtető, hogy a srác, ez a... Jöttünk lefelé, kapaszkodtam két oldalról, és... Arra tűnünk a Bölle folyócskának a legnagyobb szakaszát láthatjuk, ez ugye a Bölle-nek a bevezetése, ez a Bölle folyónak a Bölle-ügye, és itt a Bölle gyárt, amikor eljutunk a Fekvős Fárdalónak az első állomásához. Nézzük, most azok látva, ideálisan a vezetéket a tényleg fényemet. Ezt azért mutatom meg most, mert holnap ezt a részét nem látok, de hogy ahonnan jöjj, azt fogok megnézni, tehát a vízerőmén ez megyünk fel. Azonban egy kilométer hosszan vezetik le két ekkora átmérő csőn keresztül, és akit látszik is már a, az a transzformátor állomás, mert a kurigasztató villamos energiát szépen. Minden ötlen, mert szerintem neki megtetszene ezt, hogy a rólunk fel. Aha. Meg is beszélné veled. A Szent György tiszteletére szentelt Isten kenecska. Megáll hétnek a neve a Dániel. Úgy Jákos 24-én annak feled a zarándok. Zarándok hely. Persze, a háború után ott egy saját elnökön felépítették azt, amit felépítettek, és akkor hát este picit másfél fix mindenben. De ugyanakkor a másik oldalban azt is lehet látni, szerintem a termékenységi rátára, hogy ilyenkor nem tudják betoltani. Tehát a helyeket nem tudják betoltani egész egyszerűen, úgyhogy akkor korza kell nézni, milyen lehetőségek vannak. Hát ezek a lehetőségek vannak. És akkor innentől már csak a békés együttélésre mondjuk a dolog, hogy az megy vagy nem. Nem fog fizikailag problémát okozni nekünk a szigetnek a bejárása, mert hogy 800 méter hosszúsága ez a szárdok, viszont 200 méternyi szintkülönbséget kell leküzdenünk majd, hogy a kanyót végigjárjuk. És hát aztán persze maga a ránka végig alattunk, mellettünk tüborog majd, hát sok esetben az ilyen lelkes pályókat találunk majd, hogy a masszív cipő azért mindenképpen mindenképp javasolt. Kiszállunk, és akkor maximum neked szimpatikusabb az utak a túlsó felé, mert ott is látom, hogy kiállás, akkor majd... Ha itt... Jó ez. Ha kiszállni, ki tudunk lesz. De jó ez, Barton. Ja, hát a neked jó. Megfordulok. Jó, egy vizet itt hagyok. És... Oda mi fogok?